Kedves nézőink, mai beszélgető partnerem egy olyan író, műfordító, egy olyan író, költő, műfordító sorjában mondjam a funkciókat, de még sorolhatnék párat, szóval inkább mondom úgy, hogy egy olyan ember lesz, akinek bejegyzéseivel, írásaival naponta találkozhat a Facebookos közönség, persze nem csak, de ott nagyon gyakran oszt meg szellemesebbnél szellemesebb írásokat. Nem is húzom tovább az időt, hiszen láthatják, hogy mai vendégem így a húsvéthoz közeledve nem más, mint Nackfi János. Köszönöm szépen, hogy létre tudott jönni ez a beszélgetés, nagyon örülök neki. Jó napot, sziasztok! Az lenne az első kérdésem, amikor felvettük a kapcsolatot, akkor említetted, hogy nagyon sűrű most a programot. Tehát ezt azért páran így tapasztaljuk, hogy igen, a karantén alatt is, mert ugyebár, ha jól tudom, te is bent töltöd a napjaidat, mégis mi az a sok dolog, mivel telnek a napjaid? Igen, hát eleve én azt gondoltam, hogy több mindent elsöpör, elsodor az áradat a munkák közül, mint ahogy végül történt. Tehát csoda módon egy csomó megírnivaló dalszövegek, egy verses kötet, ami Mátyás templomhoz kapcsolódóan elkezdtünk, azt gondoltam, hogy bedől. És még hozzájön az, hogy naponta kétszer, tehát délben és 6 órakor élőzök a Facebookos közönségem, nagyon örül, és hát nagyon sokakat úgy tűnik, hogy ez szellemileg, lelkileg életben tart, úgyhogy hogy nagy öröm tényleg így együtt lenni. És akkor ne felejtsük ki a zenés projekteket, mert hogy ilyen karantén dalokat, egy-kettőt írtam a Harcsa Veronikának egy karantén allelúját, Bojki Laci énekelte egy karantén bluesomat, Tompos Kátya egy karantén Sanzelizét. Szóval tényleg pezseg az élet, nem gondoltam volna, hogy ennyi munka lesz. Én úgy gondolnám, hogy a te szakmádban, a te hivatásodban, ugyebár ez az elvonulós életforma azért ez játszik főszerepet. Mégis most, amikor ugyebár kötelezővé válik, hogy otthon maradjunk, ez másképp érint téged? Mert van olyan, hogy amikor valami kötelező, akkor meg pont, hogy ellene szeretnénk menni. Vagy pedig minden zajlik ugyanúgy, ahogy eddig volt, ez az alkotási folyamatra gondolok mondjuk. Vagy nem tudom, hogy ki mennyire reflexív vagy tudatos az életében, de állandóan, tehát miközben járt nekünk a kenyai rózsa a tél közepén, csak úgy rózsa, hazaviszem a kedvesemnek, mert miért ne, meg a perui szilva, meg nehogy már ne legyen paradicsom egész évben, ugye gyerekkoromban, most nyilván ilyen vén szivarként mondhatom, de gyerekkoromban nem télen az embernek nem jutott eszébe paradicsomot venni, hát ha van is, az is tele van nyomatva vegyszerrel, ugye ebben gondolkodtunk, ma meg hát azért most egy spanyol paradicsom vagy, majd elhozzák izéből, Chiléből, hogyha spanyol éppen nincsen. Meg az ausztrál bors, bor az milyen jó, olcsós, vegyünk egy kicsit, mert tehát, hogy úgy benne voltunk abban, vagy én bennem mindig motoszkált azért, hogy azért ez nem normális, azért a 10 eurós barcelonai repjegy nem normális, azért ez alapvetően nem jár nekünk, és azért alapvetően ezért máshol rabszolgasorban élnek az emberek. Tehát úgy belementünk, meg azért, hogy minden évben új autó, meg most már a kép, mert az enyém az jó öreg, de úgy körbenéz az ember, és megdöbben, hogy hoppá, azért futja. Most akkor nem embernek, akkor cégnek, de a cég is ember, és a szalag mögött is emberek vannak. Tehát, hogy tényleg ilyen eszementen éltünk, és ez nagyon törékenynek tűnt. Magát a számítógépünk működését se értjük, a testük működését se értjük, nagyon sok mindent nem értünk, de így megyünk a felszínén, és hát repedezik a jég, de még azért bírjuk. Hát visszacsatolnék arra, hogy tehát ezt a visszavonulós életformát szoktad élni egyébként is? Tehát így a karanténon kívül hát, is? Amikor nem megyek, mint a gőzeke, akkor igen, akkor alapvetően itthonról, vagy hát ugye itthonról is kommunikál folyamatosan az ember, tehát napi, nem tudom én, akár több száz e-mail beömlik, és azt kezelni kell. Tehát úgy voltam én az idő felében, vagy mit tudom én, kétharmadában, itthon ülős, ahogy mondjuk Hajdan Viktor Hugo, akinek volt 6 írókultja, csak most ezeket fájlnak nevezük, és akkor egyiktől a másikig szaladgált, hol az egyik regényhez írt hozzá egy fejezetet, hol a másikhoz egy felet, és így tovább. Én pedig úgy vagyok vele, hogy inkább többfélét írok, de akkor ilyen hobbi motorosként egészen abból élek, hála jó Istennek, azért ehhez kell egy helyzet is, meg egy szerencse is, meg kegyelem, hogy akkor inkább az írásból élek teljesen, mint a pizza futár, aki nagyon szeret motorozni, és akkor cserébe kiviszi a társadalomnak a pizzát, hogy ez egy ilyen hasznos tevékenység lehessen.
mivel most ez a műsorunk ugye nagypénteken fog adásba kerülni, ez a beszélgetésünk, ezért szeretném azt úgy megkérdezni tőled, rengeteg bibliai vonatkozásra lehetünk a verseidben, írásaidban, és kíváncsi lennék, hogy hogy éled meg te ezt az időszakot, az egyik legfontosabb időszakát az egyházi évnek. Hát ilyenkor már azért igyekszem nagyon, tehát ahogy a lehetséges ugye munkákat félrerakni, a nagy héten általában már nem is nagyon szoktam semmit vállalni. Ugyanúgy a személyes életünk, az itthon a szertartások követésével, sok imádsággal, akkor készülődéssel, ablakpucolástól kezdve ugye a házat is próbáljuk egy kicsit kifényesíteni. Tehát nekem hosszú évek óta, hál' Istennek, most sikerült a nagy böjtöt tényleg olyan böjtire fogni, olyan értelemben, hogy tényleg visszafogni az ételek tekintetében. És ez is egy olyan érdekes újdonság volt, ami egybe kapcsolódott azzal, hogy hát nagyon sok mindentől meg vagyunk fosztva, nagyon sok mindenről vagyunk kénytelnek lemondani, olyasmikről, amik úgy természetes részét képezték az életünknek, tehát hogy volt ez a ilyen kicsit ilyen mindfulness-es dolog, hogy akkor engedd el, meg hát ő most ilyen, engedd el, akkor ne törődj a mások véleményével, engedd el, akkor, és most nagyon sok minden nem csak ilyen szlogen szinten, hanem tényleg kénytelnek vagyunk elengedni. Örömmel vagy nem örömmel, haraggal vagy nem haraggal, bennem van egy természetes nagy béke vagy beletörődés, hogy pont azért, mert úgy éreztem, hogy nem jár, tényleg ez nekem nem jár. És közben bele, tehát hogy úgy élem az életem, hogy használom, meg nézem a, ugye az, hogy most mit tudom én, minden öt bajnokságnak a nagy foci rajongó vagyok, az állását, meg folyamatosan, akár még a meccseit is, ilyen mindenféle netes csatornákon tudjam követni. Ez tulajdonképpen azért nem jár, tehát, és most nincs is. Tehát, hogy egy vírus erősebb, mint a legerősebb focista. Én nagyon szerettem mozogni, tehát, és ez jó dolog szerintem, tehát kosarazni jártam, focizni 2-3-szor legalább egy héten, hát most ez sincsen, úgyhogy valami magányos testmozgást, amit viszont nem annyira szeretek, tehát én ilyen küzdős alkat vagyok. De a nagy család ugyanúgy. És a saját kenyért... Hát a család együtt van, ez egy elvileg nagy család, gyakorlatilag kis család, mert ugye 6 gyermekem van, és ez fájdalmas tényleg a nagybőjtben most, vagy ebben a nagybőjti húsvéti felkészülős karanténes időszakban, hogy ugye 4 gyermekünk nem él itthon, és a 4 unokánkat sem tudjuk látni, csak hát ilyen tükör által homályosan a virtualitásban. Tehát azért az sincs, az sem, ilyen mai szóval nem láttam jönni, hogy ugye én most nem tudom, hány hónapig valószínűleg nem fogom tudni megölelni a lányaimat, a fiamat, szóval ez is egy szomorúság, és közben próbáljuk kommunikációval oldani, de azért az alapvetően ez is egy szomorúság, egy veszteség. Az itt együtt vagyunk, tehát a 2 gyermekünkkel, aki csak nekünk tűnik egy kis családnak, mert hát nyilván van, aki írja, hogy már a 2 gyereke is az agyára megy. Jó, nekünk van egy kicsi 4,5 évesünk, meg egy 17 évesünk, és hát a kicsi pedig hát ő állandóan neki nagyon foglalkoztatja a képzeletét az egész húsvéti ünnepkör, és ő vele nagyon nagy öröm készülni. Ugyebár a közelmúltban egyébként voltál Erdélyben, de Marosvásárhelyre például nem jutottál el. Most mindent borít a koronavírus, nem tudhatunk semmit a jövőről, de lehet még számítani arra, hogy ide látogatsz hozzánk? Mindenképpen a tervben is volt utazás, most tavasszon is mentem volna. Az őszt ugye még ugye lebegtetjük, meg szervezgetjük, és ott is van szó ilyesmiről. Hát tudom ajánlani addig is az hogy Székelyföldről is, Kolozsvárról is, de Madridból, vagy Vancouverből, vagy Portugáliából, vagy Angliából is sokan követik az adást, úgyhogy hát együtt lehetünk a virtualitásban, és remélem, hogy meg tudjuk még lapogatni egymás vállát élőben is. Na hát köszönöm szépen akkor most, hogy beszélgethettünk, és áldott szép húsvétot kívánok neked így ezeket. Húsvétot, sok örömet. Is, és köszönjük a nézők nevében is, köszönöm.